Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Engedjétek meg, hogy tegezzelek benneteket. Amikor auditálni szoktam, és bemutatkozok az audit elején, akkor szoktam említeni, hogy 10 évig rendszerüzemeltetőként dolgoztam. Ilyenkor a túloldal mindig azt mondja, hogy oh, tegeződjünk, hello kollega. Na most ezen kívül auditor is vagyok, tanácsadó is vagyok, szerintem lefedjük itt a, itt a szakma mindhárom szegletét, úgyhogy tegezni fogom a csapatot. Köszönöm szépen, hogy előbb-utóbb azért erősebb volt a, a, az előadás lehetősége, mint a, mint a kávé és az ingyen pogácsa. És nagyon örülök annak, köszönöm szépen, hogy egyébként ezt a viszonylag könnyedebb témát, ami alapvetően statisztikákról és érdekességekről fog szólni, ezt rögtön egy ilyen kis ilyen emésztési negyed órába raktuk bele, mert olyan szempontból szakmai lesz, hogy nagyon sok tanulság lesz benne, én azt gondolom, viszont nem kell mindenféle sokbetű szavakat megjegyezni és különböző technológiákat nézni, azt majd az utána a következő kollégák fogják tartani. Egy, egy, marketing 30 másodpercet kérnék, de csak azért, hogy megfelelő kontextusba tudjuk helyezni azt, hogy mi a munkát végzünk és miért tudtunk ilyen statisztikát csinálni. A BDI a világon és Magyarországon az ötödik legnagyobb tanácsadó hálózat, egyébként Magyarországon a legnagyobb magyar tulajdonban lévő tanácsadó hálózat. Több, azt hiszem, kilenc üzletágunk most, ez, ez, havonta változik, úgyhogy ebben sose vagyok biztos, most azt hiszem, kilenc üzletágunk van. Jelenleg a könyvvizsgálat lesz érdekes, és az IT és ennek a kapcsolata. Hogy ide a könyvvizsgálat eddig? Itt IT-ról volt szó, meg Zero Trust Magyarországon a számviteli törvény mutatja, hogy 155. paragrafus alapján bizonyos cégeknek, elég soknak kötelező a könyvvizsgálat. Két különböző paraméternek kell megfelelni. Az egyik, hogy az elmúlt két év átlagában nettó a 300 millió forintot eléri, viszonylag sok cég tartozik bele, vagy, és az ismétlen vagy, tehát vagy az egyik, vagy a másik érvényesre, akkor már is könnyű körbe kerül, vagy pedig 50 főt az elmúlt két év átlagában foglalkoztatott. Ez a gyakorlat az azt jelenti, hogy irgalmatlan mennyiségű céget le kell könyvizsgálni. Nagyon sok könyvvizsgáló cég van a piacon, az mikor a Kálmánnyi egyéni könyvvizsgálótól kezdve egészen a, a, a legnagyobb cégek, aki ezzel foglalkoznak. A BDO, amit az előbb próbáltam pozícionálni, kifejezetten a, azt lehet mondani, a a árbevétel alapján a, a cégeknek a főső szintjét lövi be. És hogy kerül az IT? Az IT úgy kerül ide, hogy a könyvvizsgálóknak különböző standardok alapján kell dolgozni, és a 305. témaszámú standard alapján kötelesek vagyunk megismerni, pontosan a könyvvizsgálóknak, kötelesek megismerni a gazdálkodó egység környezetét, ebben benne van egyébként az informatika is. Ö, egész pontosan a 18. pont mutatja, hogy a pénzügyi beszámolás szempontjából releváns információs rendszert és az kapcsolódó üzleti folyamatokat kell megismerni. Lehet azt mondani, hogy meg kell nézni, egy SAP-ba, hogy lépünk be, milyen jogosultsági rendszer van, de általában ez felszokta ölelni az informatikai üzemeltet és az informatikai keretrendszer 70-80%-át, mert az SAP rendszerben nem lehet, hogy csak ott leszünk, ahhoz először be kell lépnünk másik gépbe, be kellett jutnunk az irodába, akár át kellett lépnünk egy tűzfalon, ha otthonról dolgozunk, tehát olyan dolgok kerülnek elő, aminek a vége lesz az, hogy oké, okay, és ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg, hogy a pénzügyi rendszer hogy működik. Úgyhogy igazából Uh, amikor egy cég könyvvizsgálatra BDO-val szerződik, és igazából az helyzet, hogy más cégekkel is, akkor egy informatikai auditot le kellene folytatni. Uh, sajnos vagy nem sajnos, az én szempontomból tanácsadóként, auditorként ez jobb. Nagyon-nagyon sok cég egyéni könyvvizsgáló nem végzi el. Uh, az egyik első díj, amit majd egyébként fogok mutatni akartam, de hát nem készült el csak a fejemben, mert ide jövett az autóba, jutott eszembe, hogy amikor megjelenünk auditorként ezeknél a cégeknél, akkor azt lehet mondani, hogy 50% az, aki azt mondja, hogy ez a dolgunk, csináljuk. 25% az, aki azt mondja, hogy hú, de jó, kapok egy független auditot, majd mutatom a vezetőnek, hogy nézz meg más is azt mondja, amit én. És 25% a cégnek azt mondja, hogy te meg mit akarsz itt. Általában ez a 25% az azt jelenti, hogy az ő előző könyvvizsgálója nem végzett jó munkát, ugyanis most szembesül azzal, hogy a könyvvizsgálat keretén belül informatika auditot fog kapni legritkább esetben ülnek neki, és általában azért, mert tudják, hogy ebből baj lesz. Eddig őket nem vizsgálta senki, viszont ezt a vezetői levelet, ami tartalmaz az informatikai megalapításokat, az ő főnöke meg fogja kapni. Úgyhogy ö, ö, azt lehet mondani, hogy ö, ö, egy kicsit social engineering is kell ilyenkor csinálnunk, hogy azért meggyőzzük őt, hogy szerintem mindenkinek jobb lesz, hogy ezen megyünk. Hogyan végezzük el ezt az informatikai auditot? Háromféle megoldás van. A legnépszerűbb, azt lehet mondani, legkönnyebb megoldás az online kérdév, de egy speciális rendszerünk van, nem mennék bele, mert tényleg 15 percünk van. Nagyobb cégeket, közérdeklődés és tartó szervezeteket, stb. ezeket helyszínen, a Covid óta ugye ez Teams-t jelent, kell, hogy ellenőrizzük, ez sokszor két-három napig is tart. és van egy kettő, aki olyan renditás, hogy ő kitölti, de csak papíron, hát papíron küldjük el a word öt pdf -t, és majd azon keresztül kitölti, ő nem lép be sehova, nem csinál semmit igazából mindenki arra hajt, hogy valamilyen információ legyen, amivel megalapításokat lehet tenni. Az, hogy mi van ezekben a kérdésekben, ezt a BDO Global előírásai adják meg a számunkra. Egyébként erre csak szerintem mi, a, miért ezek az előírások keletkeztek, már sokkal jobban mint a BDO Global. Aztán a BDO Global utolér bennünket, és most azt lehet mondani, hogy átvette azt, ahogy mi szoktunk dolgozni. És itt lesz az érdekes dolog, kezdjön az érdekesség hány céget vizsgálunk meg? E, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon a nagy könyvvizsgáló cégek közül, e, másképp fogalmazok, a nagy könyvvizsgáló cégeken kívül nincs másik olyan auditáló szervezet, aki ennyi céget meg tud vizsgálni, ráadásul ennyire szektor semlegesen az árbevételtől igazából, Majdnem azt mondom, hogy függetlenül, mert több tízszázmilliárdos 100 milliárdos cégekken keresztül akár 1 milliárdos, 500 millió cégek is bele vannak különböző ágazatok, tehát nagyon nagy a Ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy egy, egy, egy ö, 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 nagyon szétszórt, kellemesen szétszórt, hogy így mondjam, ö, ö, tömeget vizsgálunk, ami azt jelenti, hogy annál relevánsabb az az, amit kaphatunk, nem pedig egy adott külön szektort. Hát ez ö, ö, ugye a könyvvizsgálati szezon azt jelenti, hogy mindig egy adott év az előző évet vizsgáljuk, tehát tavaly vizsgáltuk a 2021-et, itt közel 400 ügyfél volt. Idén 289-nél tartunk, de hát még május végéig tart a könyvvizsgálati szezon úgyhogy szerintem minden túl fők a 400 ot Ugye egy hatalmas tömeg, és, és amikor felkérés kaptam arra, hogy előadást tartsak ezen a konferencián, azonnal tudtam, hogy miről fogok beszélni. Nagyon sok mindenről beszélhetnénk, hiszen a, a mi cégünk, azt lehet, hogy az IT üzletág a Bédion belül az üzemeltetése, a tanácsadása és audittal foglalkozik. Ugye mondtam is, hogy mind a három szegmens lefedjük. Tehát Tudnék érdekeseket mondani ebben a tekintetben, de de rögtön ez merült föl bennem, hogy amik könyvvizsgálati audit során, ez ugye ülünk a szobában, és hú, figyelj, te ezt nézd meg, hát ilyet nem láttál, de most ezek fognak előjönni. Nem lehet cégekre vonatkoztatni, mert tényleg nagy a, nagy a merítés, úgyhogy innentől kezdve ezek az adatok szerintem átadhatóak. Gondolkoztam azon, hogy, hogy, az internet előnyét kihasználva, majd mindenki szavazgat a telefonján keresztül, de 15 percben ez nem fog beléni, mert összekonnektál mindenki, addig letedik a 15 perc. Úgyhogy azt a módszert választottam, hogy ha megnyomom a gombot, akkor bejön a, a, a kérdés. Egy kicsit mégis így gondolkozik, hogy hány százalék lesz, azt után megmutatom, hogy mi lesz, és egy kicsit kommentálom. Nem, az egyik első kérdésünk az persze, hogy mekkora szervezet, kitöltötte ki, általában a főkönyvről adna, fogjuk a fejünket, mert valószínűleg fogalmas sincs arról, hogy miket válaszolt, de az egyik első kérdés az, hogy mi a helyzet a szabályzati környezettel. Nagyon sok mindenre rákérdezünk. Az egyik első az az, hogy rendelkezik egy informatikai biztonsági szabályzattal. Hát nagyon csúnya az arány. Lesz lenni durvább is egyébként. Azt szeretném mondani, hogy ezek nagy cégek. Tehát, hogy ugye, ugye 300 millió fölött van a, a könyvizsgálati határ. Egyébként nem ennyi az igen válasz, csak nagyon sok cég a három oldalas a felhasználó, hogy is viselkedjen, azt is informatikai biztonsági szabályzónak tekinti, pedig az nem az. Úgyhogy nagyjából itt lehet az a szint, tehát úgy fele-fele. Majd a végén elmondom, hogy a tanácsadók azok miért örülhetnek, de majd a többiek is örülni fognak, tehát ez egy aranybány innentől kezdve. Én legnagyobb problémám az az, a többi könyvvizsgáló cég is meg tudja a könyvvizsgáló függetlenség. Tehát én mikor ezt olvasom, és azt mondom, hogy hú, hát ezt nálam meg lehetne csinálni, a könyvvizsgáló függetlenség miatt nem tehetem meg, sajnos nem dolgozhatok azoknak a cégeknél, ahol könyvvizsgálunk. Úgyhogy e, e, ilyenkor csak magamban morgok, és ilyenkor le is írom, hogy mi van, tehát szörnyűség. E, következő alkalmazza a szervezet informatikai biztonsági felelőst, a, az igen, az a 12 e, és az a durva egyébként, hogy ez is úgy volt, hogy több, igazán, <coughs> bocsánat, ez is úgy volt, hogy többen vannak, csak a legtöbb cégnél Pistikét, aki egyébként az informatikai igazgató alá tartozik, ugye itt Mihály is mondta, hogy ez azért elég durva dolog, ő tekintik informatikai biztonsági felelősnek, nem, ő csak törekedik, hogy jól legyen az informatikai biztonság, ő nem az informatikai biztonsági felelős, hiába van akárha kinevezve, úgyhogy aki esetleg ebben a szakmába kell elhelyezkedni, van egy ilyen nagy, nagy torta szeret, amiben el lehet helyezkedni. Ö, ezt meg szoktuk kérdezni, hogy rendelkeznek-e tanúsítással, hiszen akkor sokkal könnyebb a dolgunk, tehát már valaki egyszer végigküzdte velük a problémát, mi igazából csak átmegyünk a különböző tételeken, hát még kisebb a szerette, tehát PCI SOX, PCI DSS, ISO 20000, nagyon kevés van a cégeknek, nem látják még ennek az értelmét. Menjünk tovább, igénybe össze a szervezet felszolgáltatásokat. Ö, itt is szofisztikákkal kérdezünk rá, nem akartam be nagyon belemenni, hogy látszódjon, hogy most akkor milyen felszolgáltatásokat, vagy hogy azért vesz igénybe, vagy csak levezés vesz igénybe, vagy csak a weboldala van kint valamilyen szolgáltatónál, de azt lehet látni, hogy majd megdöbbentően sok szolgáltatás van, tehát nagyon-nagyon kevés cég ragaszkodik ahhoz, hogy ő nem megy felhőbe. Ö öh, a szervezet kiszolgálja? Én szervezetnek hívom a cégeket, tudom, lehetne vállalatnak, mindenkinek a szervezetnek hívom. Öh, a fele még mindig on tartja. Öh, Ugye, akkor meg lehet nézni az előző, előző diát, hogy ugye csomóan használnak felőszolgáltatást, de mondom, a legtöbben csak nagyon réteg szinten. De a levelezésem kint van az adat, amit legyenek, mert az nagyon fontos, az nem, az nem szabad, hogy a világ végén legyenek. Úgyhogy a fele itt tartja, 30 körülbelül azt mondja, hogy hát végül is nem tudok állandóan meleget, áramot, őrzés biztosítani, hogy kiviszem egy adatközpontba, ez, ez a 30 és 18 ig azt mondja, hogy valamilyen publikus felőszolgáltatás vesz igénybe, és akkor ott tárolja a szervereit rendelkezik a tűzfal a szervezet, ugye ennek 100 nak kéne lenni, hát nem 100 Egyébként tényleg 100 -e, nem mondom a céget, van egy olyan cég, akinél egy laptop van összesen, és azon állítanak ki számlát, ez a cég, én mindig szeretem volna ilyen cégbe dolgozni. Ott nem volt bekapcsolva a Windows tűzfal, tehát ő nem rendelkezett tűzfallal, de de az a helyzet egyébként, hogy igen, na jó, ezt nem akarom, azt szorizgatni kezdek, a kiderül, hogy melyik cég, nem, azt hagyjuk. Azt gondolom. Következő kérdés. Nem mondtam az elén, körülbelül 200-at kérdezünk, tehát 100 után már utálnak bennünket, még az online kérdőívén is, mikor látják, hogy mi jön hátra, csak a legérdekesebbeket szedtem ki. Lett volna még azért sok minden, de tényleg csak 15 perc van. Szervezett pénzügyi rendszerre tartom az a komplex jelszómenedzsmentet, ez a pénzügyi rendszer, ahol számlákat állítanak ki. Azt gondolom az ember, hogy hát hát azért pénzügyi rendszer, most az hogy néz ki. Mai napig vannak olyan pénzügyi rendszerek, ahol, ahol nincs komplex jelszómenedzsment említenem a pont, mint jelszót, ilyen is van, tehát, hogy... Ö, ö, ne kezdjed megint. Tehát, hogy ö, ilyen is van. Ö, tényleg 11 százalék a pénzügyi rendszereknél ö, nem nyomon követhető, hogy kiléped be, nem követeli meg, hogy bonyolult egy szó, az, hogy lejárjon egy jelszó, az pedig azt hagyjuk, az az ördögtől való dolog. Szintén egy olyan dolog, szervezet végrehajt legalább fél évente jogosultság felülvizsgálatot szerintem lehet sejteni, hogy, 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 hogy szerintem ez egyébként nem tudom, lehet, hogy jó lett volna ez az internetes kérdezés, szerintem sokkal kevesebb lett volna egyébként a, a, az igének az arányére is. Nem gondolják, hogy ez fontos dolog. Egyébként nagyon sok módszertan ezt előírja. Azért megnézem azt az IT vezetőt, aki ezt cson egy, egy adatgazdán vagy egy területi vezetőn ezt ki végig tudja mondani, hogy figyelj, itt egy 6000 soros jogosultság matrix, tétszeres nézd át, és akkor úgy vissza, hogy rendben van-e. Általában azt szokott lenni, hogy 5 percben visszajön, rendben van. A szervezet pénzügyi rendszerében kódváltoztatás előtt történik-e tesztelés, elküldött tesztelés rendszerén? Ezt mondjuk azért még föl kell fogni. Magyarul tesztelünk e vagy bele az élesbe, ahol kell? Hát szerintem nem mondanak igazat. Tehát azt, hogy 92% történik, Ja, azt, azt elfelejtettem mondani az elején, hogy alapvetően ugye az online kérdeívnél nem tudunk másra hagyatkozni, csak trükkös kérdéseket berakni, hogy kiderüljön, hogy mikor nem mondanak igazat, de arra se pénz, se idő, se hajlandóság nincs a szervezetek részéről, hogy egy tényleg egy helyszíni vagy egy, egy 4-5 órás átfogó auditot elvégezzenek, úgyhogy a mi feladatunk az az, és évről évre finomodik, szemétedik a rendszer ilyen szempontból, hogy, hogy, ha valamit mond, és utána később kiderül, hogy nem oké, akkor rákérdezünk, a legkedvencebb az a, van-e valamilyen minősítése, van ISO 27001, van-e informatik biztonsága, az, az nincsen. Hát mondom, akkor az, hogy szerezted meg, azt hiszem, 100 ezer körül van manapság a fekete piacon, de hogy, hogy, nem, tehát jó, ezzel nem tudok mit kezdeni, de van egy pár ilyen, majd még később visszatérünk rá. Tehát hogy ők azt mondják, mert tudják, hogy ezt kell mondani, hogy 92%-at biztos, hogy egy rendszeren, azért szerintem sokan megbuknák, amikor megkérdezném a helyszínen ott hogy na, itt mutassa a a tesztrendszerre, hogy hogy, 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 hol fog dolgozni a, 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 tesztelő vagy a fejlesztő kollega. No a pénzügyi területen fejlesztett egyedi alkalmazások forráskodja, a szervezet tulajdonában van-e? Hogy ez miért fontos? Hát mint, nem azt szoktam mondani, hogy meghal a, szerve a, a, fejlesztő, vagy valami az olyan durva, mit tudom én, nyer a lottón, és utána soha többet nem hallunk róla, ez egy ilyen pozitívabb dolog. 12%-nál nem. Tehát ott 12 ez egy komoly kockázat, hogy XY, KFT, ZRT fejleszti a rendszert, majd ha úgy gondolja, hogy a mit tudom én, valamilyen ilyen személyes okokból ő többet ott nem akar dolgozni, akkor ott állunk letolt gatyával, hogy akkor most mi lesz, mert a forrás köröt nem tudjuk, nem ért hozzá senki belül, most mi lesz a cégnél. Ja, hogy ezen működik minden, hát ez van. szervezetén történik átfogó naplózás, naplózás és dedikált megoldással, nem kell csodálkozni rajta, egyharmad cégnél van ilyen. A Windows napló nem nadikat naplózási megoldás, az egy ilyen van igazából. Uh, legtöbb helyen fél óránként kipörög, mert senki nem állít rajta. Tehát az nem jó semmire, főleg, hogy esetleg egy támadás vagy egy incidens után uh, uh, megpróbáljuk kideríteni, hogy pontosan mi történt. Uh, szervezet rendelkezik a tartalék hardware-rel, DR-szájtal? Uh, igen lehet, hogy ide rakni egy mezőt, hogy de mivel, mert az igen általában, hát ez már hat éve leraktuk valahol a sarokba, ő a tartalék hardware, azért megnézném, amikor ez mondjuk élesbe kellene menni. Használ a szervezet virtuális szervereket, nagyon sokan, azzal nincsen gond. Használ a szervezet virtuális desktopokat, szinte senki. Ez szerintem nem meglepő, de ez, ez, ez tényleg így van. Az egy egyik kedvencem. Szervezem felhasználók rendszerre a saját számítógépükön, 12%-nál igen. Egyébként szerintem jóval több helyen, csak itt már megint ö, ö, Itt, 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 itt ö, pesgőt bontottak a kripto-hackerek, tehát egyértelmű, tehát ilyen helyeken a legkörnyebb bejutni. Ö, rendelkezik a szervezet vírusvédelemmel, ez egy százszázalékos, mindenhol rendelkeznek vírusvédelemmel, ezért elhelyeztünk egy ilyen kis honeypotot, nevezzük így, hogy szervezetben a felhasználó ki tudja kapcsolni a számítógépen a vírusvédelmet. Ez úgy néz ki, hogy van 10 kérdés a vírusvédelemre, és a igen, 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 minden rendben van. Na most, ha erre igennel válaszol, már pedig 300 -ig igen igennel válaszolt, akkor, akkor, hibázott, igen. hogyha Ugye ezek egy kicsit ilyen szemétkedéseink, aki kiderül, hogy mi a helyzet. Ö, rendelkezik a szervezet legalább napi szintű mentési eljárással. Egész jó, azt gondolom, de egyébként szerintem ezt a vezető Gondolja így, ha megkérdezni a rendszergazdát, lehet, hogy bajba lennének, mert a, általában a vezető ö, és a rendszergazda csak gondolja, hogy a másik mit csinál, az első incidensre derül ki, hogy az nem úgy volt, mert nem úgy mondta. Ö, és azt hiszem, egy-kettő van hátra. Behatolás védelmi vizsgálat volt a szervezetnél, tehát penetration test, vagy ilyesmi. Ö, van még tere a fejlődésnek azt gondolom. Sérülkönység vizsgálat negyed évente? Hát, szintén van még tere a fejlődésnek És használ a szervezet socot azt se tudják mi az, meg kettő szállék, tehát tényleg nem tudják mi az. És a konklúzió, gyors voltam? A konklúzió az az, arra akartam kiükadni, hogy alapvetően tényleg itt különböző területeken dolgoznak emberek. Volt itt szó arról, hogy milyen könnyen lehet ugrálni. Hát ezek alapján szerintem baromi könnyű ugrálni. Tehát, hogy a, azt mondták mindig, hogy pozitívan azok igen, van tere a fejlődésnek a cégeknél magyarul, igenis lesz szükség IBF-re, lesz szükség üzemeltetőre, lesz szükség auditorra, lesz szükség architektre, mindenféle olyan emberre, amik ezeket helyre hozzák, mert jelenleg, ahogy kinézés, ezek a nagy cégek, ez elég elszomorító. Köszönöm szépen!